Harmadik nap, harmadik look, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Remélem, hogy láttátok az előző Hello Week-es videókat is, hogyha nem, akkor ide linkelem nektek egymás után mind a kettőt, viszont nem szeretnék sokat beszélni, mert egyre hosszabbak az intrójaim, úgyhogy kezdjünk is bele, mindenki tudja, hogy miről van szó. Ez lesz a mai napi arcfestésünk. Mondtam nektek, hogy lesz egy olyan, amiben van egy kis koponyás rész is. Úgyhogy elő is szedtem az összes lila palettámat, nagyon gyorsan végigfutunk rajtuk. Az első paletta a mai napon, amit egyébként nem is használtam még eddig, úgyhogy ez lesz a debütálása, Urban Decay Prince paletta. Természetesen, csak hogy egy kis retro is legyen ebbe a videóba, Kylie Jenner, és hogyha jól tudom, akkor ez a Purple palett. Nem mutogatom végig, hogy melyikek a lila színek, látjátok ti is, fogalmam sincs, hogy melyikeket fogjuk használni, de ha valaki vissza szeretné keresni, akkor így visszatudja. Van itt nálam egy másik Urban Decay Prince paletta, ebben is van 1,5 lila árnyalat, és ez egy kifejezetten érdekes lila szín, ugyanis arany csillámdarabkák vannak benne. Nagyon érdekes lenne, hogyha tudnánk ezt használni. Van itt nekünk egy Revolution Fruit and Nut palettánk, amiben inkább matt lilák vannak, aminek nagyon örülök, mert általában matt színek híján vagyunk. A már jól ismert Revolution Utopia palettán. Szegény kicsit megsínyli ezt a Hello Week-et, viszont ebben is vannak nagyon jól használható színek. Tegnap már látott Jeffree Star Blood Sugar. Egy elképesztően csodálatos Be Perfect Clientele paletta. Egyetlen egy darab lila shimmer van benne, de a biztonság kedvéért előkészítettem. De ahogy mondtam már nektek, ne is húzzuk tovább az időt, gyertek közelebb, és kezdjünk bele a sminkbe. Azt vettem észre vágás alatt egyébként, hogy a videók elején nagyon összeszedett vagyok, és megyünk, és csináljuk, és tök király mindent, és a videók végére teljesen elkalandozok és leragadok alapvetően nem fontos részleteknél, úgyhogy megpróbálok nagyon odafigyelni. A legfontosabb dolog ehhez a sminkhez, hogy felosszuk, több eszem, egyedül vagyok, felosszam az arcomat három részre, amihez egy fehér ceruzát fogok használni. Minden tervezés nélkül, csak megérzés alapján húzok egy nagyjából vonalat. Ez túlságosan srég lesz így. Inkább egy kicsit egyenesre szeretném. Ahogy a képen is van. Mindenből jusson mindenhova. Na. Valahogy így, de ezen majd úgy is tudunk megjavítani. Azt hiszem, hogy ez lesz a sminkünknek az alapja. Villámgyorsan annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon szépen köszönöm azoknak, akik szeretnének még arcfestéseket küldeni, viszont Hello Week-re már nem fogok tudni újakat belerakni, de ettől függetlenül, hogyha szeretnétek, akkor kiteszem sztoriba ezt a face chartot, és lehet, hogy csinálok belőle egy highlightot is. Sima sminkeket is küldhettek egyébként egészen nyugodtan, mert úgy látom, hogy tetszik nektek ez a koncepció, és akkor fogunk rendszeresen csinálni ilyen videókat, úgyhogy csekkoljátok le az Instámat, és valahol vagy storyban, vagy highlightsban meg fogjátok találni. Tehát első lépésként szükségünk van alapozásra, úgyhogy először megcsinálom a rendes alapozás részt ugyanazokkal a termékekkel, amikkel az elmúlt két napban is tettem. Az alapozás megvan két oldalon, középre pedig Kryolan Supra Colorból a Clown White-ot fogom használni, viszont arra gondoltam, hogy egy cseppnyi korrektort hozzá fogok adni, hogy ne legyen ennyire rikító fehér, mert kicsit túl erősnek érzem, úgyhogy L'Oreal Infallible-ből egy
tini-tiny cseppet fogok csak hozzáadni. Nem tudom, hogy lehet-e egyébként ott látni a különbséget. Alig észrevehető, viszont szerintem sokkal jobb lesz. Nagyjából eldolgoztam, viszont szeretném befejezni a korrektorozást a másik oldalon, hogy utána kicsit pontosabban lássam, és tudjam használni a szivacsot is arra a részre, ahova szeretném is kell. Lehet, hogy ezt kellene használnom a többi részhez is. Stuffy-nak a blendifolja egyébként. Most, hogy ezzel megvagyok, először a fehéret fogom lefixálni a Cremated palettából, amit tegnap használtunk, a fehér árnyalattal. Most, hogy ennek az oldalnak a fixálása megvolt, lefixálom gyorsan a másik oldalt is, és folytathatjuk tovább. Nyilván először szeretném a smink rendes smink részét megcsinálni, úgyhogy elkezdem kontúrozás, és holnap váltani fogunk, de a mai napon ugyanazokat a termékeket használom, amiket az előző két nap is használtam. .001-es árnyalatban Rimmel Natural Bronzer. Mai napon pirosítónak egy sokkal-sokkal lilásabb árnyalatot szeretnék használni, mint például ezt itt, keverve esetleg valami kicsit lazábbal, de egy sokkal-sokkal kisebb ecsetet fogok használni. Megnézzük, hogy néz neki, hogyha ezt vinném fel. Minden lépés után összecsukom a tükröt, csak azért, hogy minden következő lépésnél kinyithassam. Most, hogy kész vagyunk az arccal, jöhet a szemöldök, ugyanazt fogom csinálni, mint tegnap, úgyhogy ezt nem fogom most megmutatni. Gyorsan megcsinálom a szemöldököt, és kezdhetjük a szemsminket. Szemöldökök kész. Egy kicsit erősebbet csináltam őket, mint tegnap. Koponyához egy picit szerettem volna határozottabb, erősebb szemöldököt. És valamiért ez az oldal nem olyan hegyes, mint a másik. Később ezt is ne fogjuk majd fixálni, viszont most még bőven nem tartunk ott. Mivel egy nagyon erős, határozott lilát szeretnék, ezért egyértelműen fogunk használni primert. És a szemöldökeimet kicsit feljebb toltam, úgyhogy a primert arra is fogjuk használni, hogy egy kicsit kitisztítsam a szemöldököm alját. Ezzel is fogunk kezdeni. Hagyom egy kicsit száradni, és utána fogom eldolgozni az egészet. Felsorolásból kihagytam a James Charles palettát, és most, hogy ez is megvan, ki van elém terítve az összes olyan paletta, amiben bármiféle lila található. Én azt mondom, hogy csináljunk egy Cut Crease-t, viszont villámgyorsan swatcholjuk a színeket. Ezek a Kylie paletta lilái. Következő négy Revolution Fruits and Nuts. Nem vagyok elájulva tőle, ha egészen őszinte szeretnék lenni. És akkor a további színek egy gyors memóriakártya csere után. Azt hiszem, hogy ott tartottunk, hogy ez a négy volt ugye az egyik Revolution paletta. A
következő 4 szín, következő 5 szín Urban Decay palettából van. Gyönyörűek, ezek nagyon szépek. Főleg ez. Ó, nagyon szép. Élőben csodálatos. Nem tudom, hogy fogjuk-e tudni használni, de gyönyörű. Ezután van a másik Revolution paletta, hirtelen fogalmam sincs, hogy mi a neve, de ez itt. Ez egy kicsit túl rózsaszín ahhoz, hogy most használjuk. Ez a másik Urban Decay paletta, és ezek pedig a Jeffree-s színek. Illetve itt van ez a karajás pigment por, James Charles és a Be Perfect palettából a lila. Szerintem a Be Perfect-es lilát azt ki is üthetjük azonnal, egy kicsit túl meleg. Az én fejemben már kezd összeállni, hogy mit szeretnék látni a szememen, úgyhogy kezdjük el, és menet közben megpróbálom lehetőleg jobban nektek is elmagyarázni. Első lépésben ugyanúgy fogunk kezdeni, majdnem ugyanúgy fogunk kezdeni, mint tegnap, a Kylie-s palettából ezt a nagyon-nagyon világos lilát vettem fel, és elkezdek egy alapszínt felvinni, majdnem kopra a szemöldök, amíg következő szín, amit fel fogok venni, az ez lesz. Funk and Roll az Urban Decay palettából. Nem tudom, hogy kamera átadja, de egy nagyon-nagyon pici csillám, ilyen kékes mikroglitter van benne. Nagyon jól működik a Kylie-s alap egy buffernek. Szinte egyáltalán nincs éles vonal, nagyon könnyű lesz feldolgozni. Ezzel több mint elégedett vagyok. Nagyon tetszik ez a szín. Nagyon tetszik maga az állaga és igazából az egész. Nem nyilatkozom az egész palettáról, mert ez az egy szín, amit próbáltam belőle. De eddig tökéletes. És az utolsó szín, a kis morfi ecsettel, szerintem a James Charles sötét lila lesz. Lehetne a Kylie-s is. Viszont valamiért a James Charles-os jobban tetszik, az egy kicsit olyan... Nem tudom, mi történik a mai napon, hogy a lilák ennyire együttműködőek, de nagyon tetszik. So pretty! Nagyon tetszik. Megcsinálom a másik oldalt is ugyaneddig a pontig, és utána folytatjuk tovább. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem ez most nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy visszatérünk ahhoz az ecsethez, amelyikkel a szemöldökom alatti részt csináltam, és meghúzzuk a Cut Crease-t. Ugyanúgy a P. Louise Base-szel, mint ahogy valóban az alapot csináltam. Az egyik szememet fogom megcsinálni kamerán, a másikat ugyanúgy kamerán kívül. Mondjuk itt. És amit nem mondtam, de gondolom ezt tudjátok, ennyire ismertek már, hogy nem teljes cut crease-t csinálunk, csak fél cut crease-t. Ezután legbelülre ezt szeretném, ami a DMSR az Urban Decay palettából. Hú, de csodaszép! Imádom a duochrome színeket.
Ezután szerintem a karajás pigmentpor Touché by Karaja 6-os színben. Nincsen akkora különbség, mint hittem, hogy lesz, de semmi baj. Ezután szeretnék valami hasonló színt, mint ez, csak egy kicsit talán csillogósabbal, hogy össze tudjam mosni. És ez lehet, hogy a legalsó, ami a Delirious az Urban Decay palettából. Így néz ki az elkészült szem az egyik oldalon, most pedig megcsinálom a kis csonkarészt is. Arra gondoltam, hogy az alsó szempillavonalra két teljesen más színt fogunk használni. Az egyik az ez lenne, ez az Urban Decay palettából a Baby on a Star szín, illetve a másik Urban Decay palettából ezt szeretném használni, ami a Groovy Potential. Fel fogok tenni egy kevés P. Louis Base-t az alsó szempillavonalamra is, ugyanis ott ugye nagyon le vagyok fixálva, és nincsen mihez tapadni a színnek. Kicsit eldolgozom lefele, ide középre, illetve inkább a belső részre fog jönni a Baby I'm a Star. Amit lehet, hogy majd be fogok fújni fixálósprével is. Sokkal-sokkal jobb. És kívülre pedig jöhet a Groovy Potential. Ez jó lesz. Előveszek egy kis ceruza ecsetet, és egy picit eldolgozom az alsó részt. És ha szükséges, akkor a James Charles színből ide pótlok egy keveset, hogy az összekötés láthatatlan legyen. Illetve legalul a belső sarokba még a DMSR-rel visszamegyek egy kicsit, és itt alul bepótlom. Ezt ugyanígy megcsinálom a másik oldalon is, és kezdhetjük a koponyát. Most pedig kezdődhet a fekete részek megrajzolása. Amihez a Lash Liner megint előkerült, illetve a kis ecset is, és először elkezdem megrajzolni a szemgödröket, ami egyértelműen innen kell induljon, ahol ugye a fehér van, és az egész szemgödrömet kell magába foglalja, amit a szemöldököm alól indítok, itt pedig körülbelül innen, és inkább majd megyek még feljebb, ha szükséges, vagyis itt lejjebb. Először egy nagyon vázlatos, inkább kisebb kört rajzolok. Ugyanezt megcsinálom a másik oldalon is, viszont ott sokkal kisebb részen. Az lenne a legjobb, hogyha megrajzolnám azt a fekete vonalat, ami ugye el fogja választani itt az egészet. Most, hogy megvan az alap, elkezdem kiegyenesítgetni. Valahogy így. Viszont szerintem egy kicsit itt még beljebb szeretném hozni. Így jó lesz. Ugyanez másik oldalon. Először mindent nagyon durván kisebb
berajzolok fel, mint ahogy eredetileg lenni fog. Lesz. És majd utólag pótlom ki. És végül, de nem utolsó sorban, a fogaknak a körvonal fog meg kelleni, de azt utoljára hagyjuk, mert az lesz a legbonyolultabb, úgyhogy gyorsan kitöltöm a fekete részeket. Várom, hogy ez megszáradjon, addig elkezdem felrajzolni a fogakat, és akármennyire szeretnék, nem fogok közbe tudni beszélni. Úgyhogy hagylak titeket, hogy nézzétek, ahogy ezzel szenvedek, és hogyha valahogy már állunk, akkor... Igen. Na, megvan az alap, úgyhogy mostantól el fogom kezdeni kitölteni. Az orromat kijavítom, jobban szeretném, hogyha összeérne a két kis lyuk, és tényleg olyan lenne, amilyen igazából. És utána elkezdek árnyékolni. A szememmel majd kitalálom, hogy milyen árnyékolást szeretnék még, illetve hogy a homlokommal mit lehetne még kezdeni, amitől még extrább lesz. A szemrészt is szeretném egy kicsit kiigazítani. Nem szeretném, hogyha ennyire nagyon kerek lenne. Nagyon koncentrálok, úgyhogy elképesztően nehéz menet közben beszélni. Javítgatom végig az alapot, hogy amikor úgy gondolom, hogy rendben van, akkor tényleg csak az árnyékolást kelljen már csinálni. És azt szeretném még, hogyha ez nem lenne ennyire kerek, hanem egy kicsi ív lenne benne. Oké, kezd tetszeni. Ez az egyik legfontosabb dolog az egész arcfestésbe, hogy neked tetszen. Oké, én azt mondom, hogy mehet az árnyékolás. Elővettem a Cremate It palettát, és az összes icike-picike ecsetemet, amikkel nagyon jól lehet majd árnyékolni. Úgyhogy kezdjünk is bele. Ami nagyon fontos, hogy mindenhol, ahol sötét van, kell köré egy lágyabb árnyék, és kell köré egy éles árnyék, amitől olyan lesz, mintha 3D-s lenne. Amit szerettem volna még a fejem tetejére, a homlokomra, még egy repedés, ugyanis ott nagyon-nagyon üres még az egész. És csak az esztétika kedvéért ide is. Így, sokkal jobb. Kezdjük a szem árnyékolásával, mert talán az lesz a legkönnyebb. Azon kívül egyébként, hogy ide árnyékot teszünk, egy nagyon vékony vonalat szeretnék meghagyni fehéren. Előveszek egy kicsit nagyobb ecsetet, amivel könnyebben tudok lefele
satírozni. Ez az első árnyékunk, aminek az a lényege, hogy elképesztően puha legyen, és szinte ne is lehessen látni, hogy honnan kezdődik és hol végződik, viszont adjon egy kis dimenziót. Következő kör egy egyel sötétebb szürke, amivel már kicsit közelebb maradok. És igazából, ha jól csináltam az első árnyékot, akkor ezzel szinte nem is lesz dolgom satírozás téren. És ezen a két részen utolsó lépésnek, ugyanazzal a nagyon vékony tus ecsettel, amivel megrajzoltam mindent, a Rest in Peace-ből fogok felvenni az egyik legsötétebb szürkéből, és csak egy nagyon vékony vonalat fogok ide húzni. Ugyanezzel az ecsettel nagyon kicsit dolgozom csak el, pont annyira, hogy ne legyen éles vonal, viszont szeretném, hogyha látszódna, hogy ez itt valóban mélyebb. Ugyanezt megcsinálom az orromnál is. A világos szürkével, amivel kezdtem, a repedések felett is átmegyek. Majd egy picit sötétebb szürkével, a repedéseket követve, még egy kis árnyékot teszek rájuk. Úgyis ezeket még újra át kell rajzolni. Ezt megcsinálom a legalsónál is. Most pedig, hogy ezzel is kész vagyok, kezdhetem a fogak beárnyékolását, és itt ezt a nagyon kicsi részt, ami az állkapocsnál van. Átrajzolom gyorsan a kis repedéseket, teszek fel műszempéllát, és az utolsó lépésekre jövök vissza. Oh, hi! Utolsó két lépés, a legutolsó két lépés. Egyik az, hogy ebből az Urban Decay palettából ezt a csodálatos fehér irizáló simert, aminek az a neve, hogy When Doves Cry, szeretném highlightként használni. Szép. Ó, nagyon, nagyon szép és tökéletesen működik. Fent vannak a pilláim, ahogy látjátok. Áthúztam a szemöldökömet is. Szerintem mindennel kész vagyunk. Utolsó kettő darab lépés nem más, mint hogy a számat ki kellene gyorsan húzni. Egy nagyon szép ombre lila száj található a képen. Na most ahhoz képest, hogy elvileg tök soknak kellene lennie, alig van lila rúzsom. Mutatom a színeket. Na most így néz ki az egész lila kollekcióm, amiből semmit sem mondanék kifejezetten lilának, úgyhogy valószínű, hogy azt fogjuk csinálni. Talán ezt az ádenes világos színt, ami a legalsó, azt fogom felvinni alapnak az egész számra, és megint szemhéjpúderrel fogom kihúzni. És megint szemhéjpúderrel fogom kitölteni, és szerintem akkor valami
egész használhatót érhetünk el. Viszont lila szájceruzám van, úgyhogy azzal kihúzom gyorsan a számot. És akkor ki is töltöm. Arra jó, hogy nagyjából ad egy alapot, és amíg ez szépen megszárad, nem érhet össze a szám. Amíg ez megszárad, addig gyorsan áthúzom a fehérnek a szélét, ugyanis annak egy éles vonalnak kellene lennie. Oké, akárki rajzolta, nagyon tetszik. Nyilván ez egyébként nem egy új találmány volt, de ezzel a lilával imádom. A körvonal kész, már csak a száj van hátra, amihez kívülre ugyanúgy a James Charles-os lilát fogom használni. Elvesztettem a tükröm. Uram, atyám, de jó. És a közepére ezt a nagyon-nagyon világos lilát. Csak középre. És ezzel el is készült a harmadik smink, hogyha jól emlékszem, arcfestés. Még egyszer nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt küldte be. Ne felejtsétek el, hogy Instára megy ki a kép, valószínű, hogy mostanra, mire ide értek, már biztosan kint van. TikTokon ott van a lemosós videó. Holnap még egy olyan arcfestéssel érkezek nektek, amit ti rajzoltatok, viszont az utolsó napra arcfestésből is igazán extrával készültem. Remélem, hogy nagyon tetszett. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk. Sziasztok!